Megnyílt a zsindelyes cottage, több mint 600 millió forintból készült el a turisztikai komplexum. Felfüggesztett készítmények, összesen 27 gyógyszer forgalmazását függesztették fel minőségi hiba miatt. Diplomaosztó a Nyíregyházi Egyetemen, 250 hallgató vehette át oklevelét a felsőfokú intézmény szombati ünnepségén. Elkészült a 130 fős turisztikai komplexum, a zsindelyes cottage. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A családi beruházásban épült turisztikai komplexumot Érpatak határában építették több mint 600 millió forintból, amelyhez 593 millió forint állami támogatást kapott a Zsindelyes Tanya kulturális értékeinek megúvásáért alapítvány. A most átadott beruházást a jövőben wellness részleggel és kalandparkkal bővítik majd. Elkészült a 7 egységből álló zsindelyes cottage. A zsindelyes pálinka főzde és a zsindelyes kóstolóház sikere után épült fel most ez a turisztikai komplexum. A pálinka turizmus sikerességét jelzi, hogy a kóstolóház a 10 év alatt már 16 ezer látogató kereste fel. A mostani beruházásnak a terve már 10 éve elkészült. A megvalósítása 14 hónapot vett igénybe. 130 főt tudunk leültetni az asztalokhoz. Megvalósult egy olyan szálláskomplexum, amiben 12 szoba van, pontosabban 12 szoba, illetve egy apartman tartozik hozzá egy tájházként, de mind teljesen autentikus, mondjam azt, hogy hiteles környezetet próbáltunk felépíteni, de ugyanakkor a mai kor követelményének megfeleljen. Tehát van egy szállással kapcsolatos komplexum. Megépült egy olyan bemutató épület, bemutató ház, ahol az 1984-ben üzembe helyezett pálinka főzőt kvázi újraépítettük, április 22-én nyugdíjba lett vonultatva, és annak a múzeális értékké vált. Hát egy interaktív múzeumot próbálunk ott kialakítani belőle, illetve a hetedik része a mesterséges tón kívül egy Szent Miklósról elnevezett kápolna, ami május 26-án lett fölszentelve. Újfehértón nagyon sokáig nem volt szállás lehetőség, ezt a hiányt is szerették volna pótolni. De a beruházás kapcsolódik a vallási turizmushoz is, ugyanis a zsindelyes cottage kápolnája a Mária úton található. A Magyar Országgyűlés alelnöke a rendezvényen beszédében kiemelte, az újfehértói vállalkozás sikerre van ítélve, egy olyan objektum került a magyar turizmus térképére, amely példát mutat a jövőbeli beruházásoknak is. Tudom, mit jelent megküzdeni a három aranykoronás homokon az életért, mekkora kreativitás, mekkora elszántság, mekkora erő, energia kell ahhoz, hogy ott alkossunk. Az életben benne van a szép, csak meg kell látni. Meg kell látni, hogy nőni akarnak a fák, és elsokasodni a zölden ringó rengetegek. Írja a költő, Pap József és családja, Kecskés családdal együtt nem csak meglátta a lehetőségeket, nem csak megérezte a lehetőségeket, amit ez a gyönyörű vidék, egyébként ez a komoly feladatot adó vidék ad az ember számára, hanem meg is létre is hozta azt az alkotást, ami az ő képzeletében már akkor ott volt, amikor méregette, hogy mit lehetne kihozni ebből a gazdaságból, ebből a környezetből. A rendezvényen az agrárminiszter köszöntőjében úgy nyilatkozott, a zsindelyes cottage annyira illeszkedik a környezetbe, mintha mindig is itt lett volna. Ez lehet majd a sikerességének is egyik fő oka. Valahol együtt van jelen a múlt, a jelenben, egyúttal a jövőt is átérezve. És pontosan ezért, mivel ez egy ilyen nagyon különleges helyzet, nincs is rá még magyar szavunk. Ugye milyen érdekes? A cottage-ot használjuk, mert nem találjuk azt a magyar szót vagy kifejezést, ami ezt a vidéki életérzést meg tudná jeleníteni, ami mégsem magában azt a lesajnáló, lecsupaszított érzést jelenti. Hanem pontosan azt a harmóniát, amire ma a 21. században a városi embernek a nyüzsgés, terhek, a stresszes életmód a küzdés után valahol vágyik arra, hogy megtérjen, hazatérjen, hogy pihenjen, kikapcsolódjon.
Pap József a jövőbeni tervekről is beszámolt, a turisztikai komplexumhoz szeretnének wellness részleget és kalandparkot építeni. Összesen 27 gyógyszer forgalmazását függesztették fel, mert felmerült a gyanú, hogy minőségi hibás lehet a hatóanyaguk. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet június 29-i döntése több vérnyomás csökkentő gyógyszert érint, mivel azok nem felelnek meg a forgalomba hozatali engedélyben rögzített követelményeknek, vagy nem igazolható a minőségük, vagy minőségi hiba gyanúja merült fel a készítmények hatóanyagával kapcsolatban. Ebben a belvárosi gyógyszertárban ezek a készítmények kerültek le a polcokról. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet honlapján összesen 27 olyan gyógyszer található, amelyek forgalmazását felfüggesztették pénteken. Ezek között vannak olyan készítmények, amelyeknél csak bizonyos gyártási tételeket érint a felfüggesztés, a többinél viszont valamennyi fellelhetőt. Jelen pillanatban a felfüggesztés csak annyit jelent, hogy a további eladásokat mellőzzük, tehát hogyha bármi kiderülne, akkor kisebb készletet kelljen visszahívni, amennyiben bebizonyosodik, hogy súlyos problémák vannak a készítménnyel, akkor vissza lehet hívni, akár a betegekkel, hiszen megvan a tajszám alapján, hiszen ezek vényköteles készítmények, hogy ki kapta, mikor kapta, tehát akár a betegeket is meg lehet találni, de ez nagyon ritkán fordul elő, hogy ilyen legyen. Valószínűleg csak a vizsgálatok után bejelentik, hogy vagy felszabadítják a készletet, és akkor ugyanúgy lehet forgalmazni, vagy pedig újabb gyártási tételeket fognak behozni az országban, amivel lehet folytatni a kezelést. Ha valaki nagyon aggódik, akkor nyugodtan fordulhat a kezelőorvosához, és akkor megpróbálhat alternatív terápiát biztosítani a számára. Mindegyik érintett gyógyszer tartalmazza a valzartán nevű vérnyomás csökkentő hatóanyagot. Többféle nevű, összetételű, hatáserősségű készítmény található a táblázatban, és nem egy, hanem több gyártó termékeiről is szó van, amelyek azonban ugyanabban az üzemben készült hatóanyagot tartalmaznak. Dr. Kis Csaba az ügyről azt mondta, az otthon lévő már kiváltott készleteket nem érinti a felfüggesztés és a feltételezett minőségi hiba, ezért azokat továbbra is biztonságosan szedhetik a páciensek. Ami otthon van gyógyszer, arról egyelőre annyi információ van, hogy továbbra is biztonsággal szedhető, viszont hogyha elfogyott, akkor mindenképpen fel kell keresni a kezelőorvost, háziorvost, és szükség esetén meg kell változtatni másféle gyógyszerre a vérnyomás csökkentőt. Az érintett gyógyszerek forgalmazását az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet a vizsgálat végéig függesztette fel, azt azonban nem lehet tudni, hogy pontosan mi lehet a feltárt minőségi hiba. 250 diák vette át oklevelét a Nyíregyházi Egyetem diplomaosztóján szombaton. A 2017-18-as tanévben 522 hallgató tett sikeres záróvizsgát, és nyelvvizsga birtokában 360 fő veheti át az oklevelét. Az egyetem képzései közül többek között népszerű volt az országban egyedülálló repülőgépvezető képzés. A Nyíregyházi Egyetem rektora köszöntötte a friss diplomásokat és hozzátartozóikat az intézmény oklevélátadó ünnepségén. A 2017-18-as tanévben 522 hallgató vizsgázott sikeresen, ebből 360 fő kaphatta meg a diplomáját, közülük 250-en vették át oklevelüket az egyetem diplomaosztó ünnepségén. Idén jelentősen kevesebben voltak azok, akik nyelvvizsga hiányában nem vehették át diplomájukat. Egy olyan 160 ember az, aki nem veheti át nyelvvizsga hiányában, de nagyon-nagyon pozitív az az változás, ami az elmúlt években bekövetkezett, hiszen a végzettek közül most a mai napon 70%-át veheti, tehát azt jelenti, hogy a korábbi évekhez képest nagy mértékben megnőtt azoknak a hallgatóknak a száma, aki már sikeres nyelvvizsgával is rendelkezik. A rektor elmondta, hogy ez a javuló tendencia az egyetem által indított nyelvi képzéseknek és tanfolyamoknak is köszönhető, valamint annak, hogy a hallgatók kezdik érezni a nyelvtudás szükségességét. A most végzett hallgatók közül többen is szeretnék folytatni tanulmányaikat a Nyíregyházi Egyetemen. Közgazdaságtant végeztem felsőfokú szakképzésen, és a további terveim az lenne, hogy szeretnék itt maradni ugye alapképzésen. Ez a tervem. Most jelen pillanatban el szeretném végezni a bérszámfejtőt, és akkor jövő februárban szeretnék jelentkezni alapképzésre. Fantasztikus, akkor két évig
ez volt a második otthon, az az intézmény. Nagyon hozzá tudtam szokni, egyszer meg volt benne a büszkeség, hogy nyíregyházi diák lehetek, mivel az életemben egy fontos szakaszt is itt töltöttem, és szerették ide mindenelőbb visszatérni. A nyíregyházi egyetem képzései közül népszerűek az osztatlan tanári képzések, a gazdálkodási és szociális területű képzések, műszaki és agrárképzések, valamint az országban egyedülálló repülőgépvezető képzés. Két személygépkocsi ütközött hétfő délben a Kisernő és Deák Ferenc utca kereszteződésében Nyíregyházán. A baleset következtében öten sérültek meg, ketten-ketten a két gépkocsiban szerezték sérüléseiket, egy járókelő nőt pedig neki nyomtak a falnak. A tűzoltók áramtalanították a helyszínt, a baleset okát és körülményeit a rendőrség vizsgálja. 31 kitüntetést, 16 főorvosi és 13 adjunktusi kinevezést adtak át a megyeházán a Semmelweis nap alkalmából. Ez a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Ilyenkor ünnepélyes keretek között méltatják az egészségügyben dolgozók kitartását, munkabírását és elhivatottságát. Jelenleg az ország legnagyobb egyesített integrált egészségügyi intézménye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Közel 5000 dolgozó végzi nap mint nap a munkáját, közülük több mint 3000 fő ápoló, közel 670 fő orvos, a többiek pedig a háttérben végzik feladataikat. Jelen pillanatban az intézményünk egészéből 31 fő kap díjazást, illetve ezen a napon adjuk át az új főorvosi és adjunktusi kinevezéseket. Ebből 16 főorvosi kinevezést fogunk ma átadni, és 13 adjunktusit. Ez egy nagyon, hogy mondjam, szeretett ünnepünk, mert azt gondolom, hogy azok, akik ma kitüntetést kapnak, ők letettek valamit, nagyon sokat dolgoztak, és reményeink szerint itt maradnak velünk, és fogják a megye egészségügyét továbbra is biztosítani. A dolgozók nettó 60 ezer forint bónuszt is kaptak a kitüntetések mellé, hiszen az erkölcsi elismerés mellett az anyagi elismerésnek is fontos szerepe van. Úgy gondolom, hogy ebben a hivatáskörben is rendkívül jelentősége van annak, hogy a fontos ünnepi alkalmakkor elismerésekre is sor kerüljön, hogy az egyébként szavakban kinyilvánított elismerés, az erkölcsi elismerés mellett ez anyagi elismerés formájában is megnyilvánuljon. A díjazottak között volt dr. Benkő Viktória is, aki hamarosan belgyógyász szakvizsgát szerez, de a diabetológia iránt is érdeklődik. Lelkiismeretes és szorgalmas elhivatottság jellemzi, akárcsak a többi díjazottat. Az elismerések azonban nem csak dicsőséget jelentenek, hanem nagyobb elvárást mind az egészségügyben dolgozó kollégák, mind a betegek részéről. 230 fővel megdőlt az egyszerre szalonnát sütők rekordja Dombrádon. A település ezt korábban már felállította 120 fővel, most pedig megdöntötték ezt a csúcsot. Dombrádnak ez már a 9. sikeres kísérlete volt, ezért a polgármester szerint hamarosan Dombrád lesz a rekordok városa. Kétnapos csülkös fesztivál várta az érdeklődőket hétvégén Dombrádon. A könnyű zenei és szórakoztató programok mellett a hagyományokhoz híven a fesztivált idén is valamilyen rekordkísérlet nyitotta meg. Ez Dombrádnak már a 9. rekordkísérlete volt. 2010-ben palacsintasütési rekordot állítottunk fel, amikor 24 óra alatt 4260 palacsintát sütöttünk, megsütöttük az egybefüggően 33 méter rétest, 500 méteren aszfaltrajz verseny volt, azt követően már ugye volt egyszer szalonnasütési rekordunk, akkor 120-an voltunk, és most a saját rekordunkat írjuk felül. De nagyon szép rekordok voltak, amikor az univerzumba 1200 lufit engedtünk fel, és üzenetet küldtünk az univerzumba. Regisztráció, a tányérgondos előkészítése, a szalonnás nyers kiválasztása. Ezek voltak az első lépések az egy tűznél egyszerre szalonnát sütők rekordjának megdöntéséhez. A tűzgyújtás után mindenki elkezdte megsütni a szalonnáját és jó ízűen elfogyasztani a zsíros kenyeret. A rekord megdöntéséhez legalább 227 főre volt szükség. Örülünk annak, hogy nem hiába gyűltek össze a dombrádi lakosok és a rendezvény vendégei, hiszen sikerrel jártak. A kitűzött célt, hogy 250 főt meghaladó létszámban sütnek egyszerre szalonnát, bizony sikerült túlszárnyalni, ezáltal nem szakadt meg ez a nagyszerű hagyomány, hogy Dombrádon minden évben a csülkös napon egy-egy új magyar rekord kerül felállításra. Szívből gratulálunk a szervezőknek, és nagyon reméljük, hogy jövő esztendőben megint valami különlegessel állnak majd elő.
A rekord hitelesítéséhez Sebestyén István, a magyar rekordok regisztrátora többször egyesével megszámolta a szalonnasütőket, majd hitelesítette a végeredményt. Az eredmény újabb büszkeség Dombrád életében, a lakosság jó hangulatban folytatta az ünneplést egészen szombat estig. Győzött első felkészülési meccsén a kisvárdai futballcsapat Kondás Elemér együttese a Lokomotiva Košice vendégeként Vári 11-eséből szerzett góljával nyert 1-0-ra. A héten az edzések mellett szerdán Diósgyőrben, szombaton pedig Debrecenben lép pályára a Várda. A Kassa melletti Hernád Szent Istvánon lépett pályára a szlovák másodosztályban szereplő Lokomotiva Košice ellen első felkészülési meccsén a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér vezetőedzőnek sérülések miatt több játékos is nélkülöznie kellett, így az elmúlt héten szerződtetett görög védő Teodoros Berios sem lépett pályára. Bemutatkozott viszont az új szerzemények közül a román kapus Mihály Minca és az ukrán hátvéd Pavlo Lukjancsuk. Az első félidő derekán Ilics harcolt ki büntetőt, amit Vári Barna váltott gólra, megszerezve a mérkőzés, mint később kiderült, egyetlen találatát. A második játék részben Kovács Réti közel járt a gólhoz, lövése azonban a felső lészről a vonal elé vágódott. Így maradt az 1-0-ás vendégsiker egy olyan meccsen, amelyet tréner számára azért szolgált információkkal. Van több új játékosunk, és kíváncsi voltam arra, hogy ezek hogyan tudnak és milyen pozícióban tudnak jó teljesítményt nyújtani. A első fél az jobb volt, hatékonyabban játszottunk, a második félben nyilván volt néhány csere, és egy másik rendszerben játszottunk, az nem igazán tetszett. Úgyhogy tehát pontosan ezért volt ez az edzőmérkőzés, mert látjuk azt, hogy esetleg itt hol lehet játszatni, és hol tud segíteni a csapatnak. A Kisvárda a héten két edzőmeccset is játszik, szerdán Diósgyőrben, szombaton pedig Debrecenben lépnek pályára Lukaszék. Mivel két edzőmérkőzést játszunk, így az edzések azok nyilván kevesebb számban jelennek majd meg, mint a múlt héten. Ma délután edzünk, holnap délelőtt után edzőmérkőzést játszunk. Van még néhány hiányzónk, vannak még sérültjeink, de páran már bekapcsolódnak a munkába, úgyhogy lesz vagy két-három plusz játékos, akiket tudunk használni a héten. Természetesen arra törekszünk, hogy minél hamarabb megtaláljuk azt a csapatot, amely majd a kezdő lesz a Videóton elleni mérkőzésen. Meg fontosak ezek a mérkőzések, hogy a játékosok minél többet játszanak együtt, és minél jobban megismerjük egymást. A bajnokság július 21-én szombaton rajtol. A Kisvárda szeretné elcserélni a második fordulóban esedékes Honvéd elleni hazai meccs pályaválasztói jogát. Amennyiben ez sikerül, akkor a negyedik fordulóban augusztus 11-én a Ferencváros ellen mutatkozik be hazai közönség előtt az NB1-ben Kondás Elemér együttese. Kedden kezdi el Wimbledoni szereplését Fucsovics Márton. A világranglista 49. helyén álló nyíregyházi teniszező a 63-ként jegyzett francia Julien Benatou ellen lép pályára a 34 millió angol font összdíjazású Grand Slam torna első körében. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Elkészült a 130 fős turisztikai komplexum, a Zsindelyes Cottage. A családi beruházásban épült turisztikai komplexumot Érpatak határában építették több mint 600 millió forintból, amelyhez 593 millió forint állami támogatást kapott a Zsindelyes Tanya kulturális értékeinek megúvásáért alapítvány. A most átadott beruházást a jövőben wellness részleggel és kalandparkkal bővítik majd. Összesen 27 gyógyszer forgalmazását függesztették fel, mert felmerült a gyanú, hogy minőségi hibás lehet a hatóanyaguk. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet június 29-ei döntése több vérnyomás csökkentő gyógyszert érint, mivel azok nem felelnek meg a forgalomba hozatali engedélyben rögzített követelményeknek, vagy nem igazolható a minőségük, vagy minőségi hiba gyanúja merült fel a készítmények hatóanyagával kapcsolatban. 250 diák vette át oklevelét a Nyíregyházi Egyetem diplomaosztóján szombaton. A 2017-18-as tanévben 522 hallgató tett sikeres záróvizsgát, és nyelvvizsga birtokában 360 fő veheti át az oklevelét. Az egyetem képzései közül többek között népszerű volt az országban egyedülálló repülőgép vezető képzés.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 2-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat, addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnapra melegszik az idő. Keddestig többnyire alacsony nedvesség tartalmú, néhány fokkal enyhébb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, így erősödik a nappali felmelegedés. Az előttünk álló éjszaka gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A nyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A hét közepén több órára kisüt a nap. Csütörtökön az erőteljesebb gomoly felhő képződésből már előfordulhat helyenként zápor, néhol zivatar. Pénteken több helyütt is számítani lehet zápor esőre, zivatarra. Szombaton csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék. Enyhébbek lesznek az éjszakák és tovább erősödik a nappali felmelegedés. A maximum hőmérséklet a hét közepén helyenként a 30 fokot is meghaladhatja. A hétvégén is csupán 1-2 fokos lehűlésre van kilátás.